fantasztikus dolog, hogy ezek az outdoor sportolók összejönnek, rácsodálkoznak egymásra, milyen jól néz ki egy bicikli, hogy néz ki, milyen csinos a futólány, stb. Stb. Tehát mi egy vájúból leszünk, szeretjük a sportot, szeretjük a természetet, miért ne férnénk el egymás mellett? Nem kell mindig az aszfaltra menni. Május 1-én jó időben, mikor a családok együtt vannak, ki kell jönni a természetbe. A képeken gondolom látszott, hogy micsoda gyönyörű helyen vagyunk, és hogy ennyi ember vagyunk, majdnem 2000-en beneveztek idáig az eseményre, ez az indok, hogy egy jó döntés volt. Nagyon szeretem, hogy ilyenkor összejön egy csomó olyan ember, aki szereti ezt csinálni, tehát nagyon jó szokott lenni a hangulata. És a megrendezett versenyeknek egy óriási előnye, hogy az ember nem téved el. A terep az egy izgalmas dolog, tehát nincs két egyforma helyzet, dimbes, dombos. Kim vagy a jó levegőn, sportolsz, mozogsz, kipihened magad, tök jó. Nincsenek autók. Ilyen egyszerű. Nem szeretek autók között biciklizni. Párom az már régóta csinálja, én meg az első újbringám, és úgy voltunk, hogy ki kell próbálni. Már a harmadik alkalommal elindultunk, és nagyon jó. Jó a szervezés, itt lakunk a környéken, szuper jó helyeken viszi a pályát a rendezőség, tehát tetszik. Itt van közel, hármas határhegy, ugyanolyan emberek vannak, mint én, szeretik a természetet, kerékpározást. Nem unatkozom, sétálok, napozok, kávézom, és izgulok, hogy beérjenek minél előbb. Ösztönözzük a futóinkat, a bringásokat, hogy vegyenek részt a másik sportágba, hiszen azt gondolom, hogy nagyon kevés elvakult sportoló, aki csak fut, csak biciklizik, csak gyalogol, hanem át kell nézni a másik sportágba is. Akinek megvan az erőnléte, akit ma bringázott 20 km, de máskor tud 60-at, 80-at, az miért ne futna egy 10-est? Az, aki fut egy 20 km, miért tudna előtte bringázni egy 20-as? Az abszolút átjárás van a szabadidő sportokat, azt gondolok. A táv sem mindegy, mert azért az a 12 vagy 21 km, vagy 42 km, az mégiscsak más kerékpáron, mint két lábon. Sokkal húzosabb a kerékpár, mint a futás. Még ahhoz még kevés vagyok, úgyhogy előbb a futás, aztán majd az egyet fejlődésen haladva, majd utána két kerékre pattanok. És nem lenne jobb ringám, mondjuk? Én szeretem a biciklit, de azt edzésnek. Kétlem. Inkább hosszabb távot futok. Sokkal hogy inkább a fél maraton a következő játék. Tehát inkább ilyen őrült futók vagytok. És nem őrültek, de inkább futók, mint biciklit. Bizony. A bicaj az nem versenyszinten, az csak úgy munkába járás és hasonló. Természetesen mostantól kezdve a következő 50-100 évben, május 1-én mindig itt a Zöld Sport Fesztiválon találkozunk mindenkivel.